Lépten nyomon. Igen? Igen. Sziasztok, én Márkus Éva vagyok. Ez pedig hosszabb szünet után ismét a Lépten nyomon. A pandémia mellett egy másik okunk is volt arra, hogy kisebb szünetet tartottunk, ugyanis ötfősre bővült csapatunk, ami azt jelenti, hogy ikreink születtek. Nem baj. Igen. Nem adod ide? Köszi! Tizedik nekifutásra. Tehát kisebb... Hoppá! Jössz ide anyámhoz, gyere! Gyere ide anyámhoz! Hoppá! Sok minden átértékelődött bennünk az elmúlt periódusban. De én azt hiszem, hogy az élet nem állhat meg, és optimistán kell előre tekinteni. Mindaz, ami körülöttünk van, ami elérhető közelségben van, az felértékelődött az utóbbi időben. Ezekre szeretnék fókuszálni a kis csapatommal, a három gyerkőccel és a férjemmel. Fontos veletek megosztanom azt, hogy létrejött a www.léptennyomon.ro weboldal, látogassatok el oda is, és böngésztetek kedvetekre. Ott nem csak az eddigi epizódokat találjátok meg, hanem egyéb érdekes információkat is. 2018-ban éppen ezen a helyszínen indult útjára a Lépten Nyomon doku reality blog, és a következő évadot is innen indítjuk. Tartsatok velünk Lépten Nyomon ezentúl is, első útunk pedig Gyergyó Szent Miklósra vezetett. Házigazdánk Csabesz, nekünk csak Csabesz, ugyanis mi már régi ismerősök vagyunk, és szerencsénkre friss, kulcsos ház tulajdonos. Miért jöjjön az ember ide Gyergyó Szent Miklósra? Miért szerettek itt lenni? Hát szerintem, hogyha mindenképp szeretnél egy kicsit távol lenni a város zajától, és egy nyugodt környezetben a fenyvesek között lenni, akkor szerintem mindenképp egy ilyen helyet kell választani. Nekem nagyon megnyugtató, hogy amikor Kolozsvárról eljövünk, akkor egy kicsit a családdal együtt tölthetünk pár napot. Igen, és kiereszthetitek a gőzt a Dézsában, nézve a hegyeket. Mikre hívnád fel az ide látogatók figyelmét, hogy miket látogassanak meg mindenki? Például itt szemben van egy kalandpark, alig pár méterre a fenyvesek között, úgyhogy ott a gyerekeknek, felnőtteknek kikapcsolódás. Amúgy vannak ismerőseim, el lehet menni lovagolni, fel lehet menni a havasokba, a lóháton, nagyon élmény én voltam már, úgyhogy tapasztalatból mondom, hogy mindenképpen megéri
Amúgy nem tudom, hogy mennyire vonzó mostanában a medveles, mert... a medve az idejön, hogyha nagyon akarjuk, igen, közel, ha nem, akkor is. Közel van a medveles, de hogyha alig egy kilométer, két kilométert félsétál az ember, lehet szabadon is találkozni vele, úgyhogy... Ez nem újdonság, tehát eddig is járt erre a medve. Jártak, viszont nem ennyit, mivel nagyon, úgymond az állomány nagyon el van szaporodva, és akkor így... A kisebb medvék azért lemerészkednek. De amúgy itt, mivel egymás mellett vannak a házak, itt nincsen probléma, tehát itt vannak kutyák, és... És nincsenek juhok, tehát nem tartanak állatokat az emberek, nincsenek, és ezért nagyon nem közel, mozdul pontosan. A medvének. Uh-huh. Viszont, hogyha az ember itt felsétál itt pár kilométert, akkor igen, itt az Old Forrás. Amúgy közel van az Old Forrás, uh-huh. itt alig pár kilométerre. És át lehet itt menni Balánbányára. Nagyon szép volt, regényes út arra fele. Kocsival kicsit zögykölődős, uh-huh. de megéri mindenképpen felmenni. Van felfedezni való, úgyhogy aki ide látogat, az biztos, hogy nem fog unatkozni. És erről a kis kulcsos házról még két mondatot, ha mondanál, hogy hány személynek adhattok ti szállást, hogyha megkeresnek benneteket? Mert ugye itt van ez a nagyobb épület, és aztán van itt mellettünk egy kisebb ház, és van még egy kisebb házikó, igen. ami fölött ugye szintén lehet lakni. Igen, pontosan. Tehát a nagyobb épületben az emeletes, a felső emeleten három szoba van, alól van egy nagyobb tér és egy, szintén egy hálószoba, konyha, és van felül, alól is fürdők. Úgyhogy van külön tusoló, külön WC-helyiség, és a kisebb házba pedig ott is szerintem négy személynek bőven van, mert két ágy, két nagyobb ágy befér, és a másik háznak pedig ott a manzárt részén lehet használni. Ott is két személy tud aludni, tehát egy olyan 14 összvisz, 12-14 személy. Sátorhely is van bőven, mert hatalmas igen. az udvar, és ami a legfontosabb, hogy ez a kilátás. Tegyünk egy kis áfonyát. Hopp, megvan. Adjon, anya, áfonyát? Jó, hát innen áfonyát enni. Nagyon finom, lekvár is van belőle. Hát csak győzze az ember leszedni. Van szedő. Van szedő? Fés, igen. Igen, és úgy fés. Itt húzzák alul. Adom szívem. Ezt pálinkába, nagyon jó gyomorra. Pálinkába beletenni az áfonyát, csak úgy szimplán. De nagyon finom. Egy viszont. Lekvárt szoktunk csinálni, nagyon finom. Nagyon drága, hogyha meg kell venni. Most itt rátaláltunk. Na jó, van gyerekek. Hagyjunk a macinak is. Ott van, megtaláltam. Mennyi kis mackó van itt? Piros áfonya. Ez nagyon jó látcsillapítón. Hozta be kicsit. Uh-huh. Ez ilyen, ennek vékon. Tessék befogni, ennek vastag. Mutatok egy bogyót. Csak ez tiszta piros kell legyen. Anya, megettem összesen. Egészségedre váljon. Finom volt az áfonya? Finom volt. Csupa masztat vagy, tudod? Persze, persze. Nyilván
nyilvánvaló, hogy a hosszú életnek nagyon sok összetevője van, de az egyik összetevője biztosan a csodagyümölcsként is emlegetett áfonya, a tiszta levegő, a lepkékben való tétlen gyönyörködés és a gyermekmosoly. Ebből pedig bőven kijutott nekünk itt a fenyvesek között. Kellene féljünk a medvétől? Én azt mondják, hogy a múlt héten, hogy volt itt ez a nagy ünnepék, a színpadot építették fel, minden sikertek ki lakást egy hétig, és jöttek ilyen két évek, és itt volt a sarok. Nem tudom. Vasárnap este itt volt a saroknál a medve? És itt volt. Hát itt sétálgattunk. Hát jó éjszaka, de akkor így tudunk. Nagyon, én nem tudom, ez az ország, minden ország, azért te biztos, hogy többet ér a medve, mint az embernek az élete. De itt a környéken okoztak károkat a medvék, vagy nem nagyon? Hát, mit mondjak, nem ott annyira ezt, hogy most olyan 3-4 éve, hát itt a szomszédban. Nekem is voltak még tyúkjaim, és ott, ahol van a petrecünk, ott ment be a medve. Itt ment az én tyúkon, nem bántottam, és itt a szomszédban 100 tyúkot öltek. 100-at készült a lányomnak a lakodalom, és megölte. Hát igen, mert a jószágra jön tulajdonképpen, ott, ahol jószág van. Én is úgy értek, hogy a hidegre. Ment oda is a kőre, hogy nagyon kemény a... Nagyon kemény a héja? Nagyon. Olyan pont, mint a gyöngyüké. És van sündisznó. A sündisznó mindig el van menve nappas, estére jön, és itt bent tartózkodik a páváknak a ketrecükben.
30 lej, felnőtteknek 40 lej. Ez úgy van, hogy papíron 2 óra, de gyakorlatilag addig szoktuk hagyni, ameddig nincs szükség a hámra. Tehát ha van szabad hám, felülünk 3 órát is lehet használni. Ezen kívül van paintballozási lehetőség a nagyobbaknak. Az úgy van, hogy 10 felszerelésünk van, és az első 100 golyó 30 lej, utána minden 100 golyó 20 lej. Egy puskába 200 golyó fér bele, azzal, ha bemegy az ember, már lehet egy jót játszani. A 4-es kalandpark után még számos kalandban volt részünk Gyergyószentmiklóson és környékén, de ezekről egy kicsit később. Addig is iratkozzatok fel a YouTube csatornára, hogy ne maradjatok le a gyilkostóról, vagy éppen a békásszorosról szóló beszámolónkról. De ha kedvetek volna kiváló magyar muzsikát hallani, akkor is tartsatok velünk. És látogassatok el a www.léptennyomon.ro oldalra is, ahol egyéb érdekességeket is találtok. Tudjátok, múlt nélkül nincs sem jelen, sem jövő. Fedezzük fel együtt Erdélyt legközelebb is. Sziasztok!